A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a köztér Extra, Látrányi Viktória vagyok, stúdiónk vendége, pedig Cser András, Székesfehérváron újonnan megválasztott régi új polgármestere, hogyha fogalmazhatok így. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk a stúdióban. Én köszönöm szépen a kedves meghívást, lehetőséget, hogy beszélgethetünk, és köszöntöm természetesen a televízió kedves nézőit is. Hogyha megnézzük, akkor elmondhatom azt, hogy mintegy 13% pontot javította a 2019-es eredményén, és közel 75% az a szavazati arány, önre voksoltak. Nyilván egy ekkora nagy társadalmi támogathatóság azt gondolom, hogy felelősséggel is jár. Ez valóban így van, ez egy nagy bizalom, és ehhez kapcsolódóan óriási felelősség. Amikor tegnap láttam az eredmények alakulását, akkor azt éreztem, hogy egyrészt ott volt bennem egy meghatottság, és volt bennem egy ilyen húha érzés. Egy kicsit a nyomást is érezvén, hogy mit jelent ez a több mint 33 ezer szavazat és 74 százalék fölötti eredmény. Ezúton is szeretnék megköszönni minden Székesfehérvárinak, mindenkinek, aki elment választani és elmondta a véleményét, akár a helyi akár az Európa Parlamenti Választás formájában. És különben természetesen köszönöm azoknak, akik bizalmat szavaztak nekem, nekünk, hogy folytathatjuk a megkezdett munkát, de a munkát úgy szeretnénk folytatni, hogy az mindenki számára, azok számára is, akik más jelölt mellé tették le a voksot, vagy adott esetben, akik nem mentek el tegnap választani, és úgy érezzék, és joggal tehessék ezt, hogy értük is, és városunk egészért, a város közösségéért folyik az a munka, amit mi elkezdtünk 2010-ben, és most újra bizalmat kaptunk ahhoz, hogy ezt mértéket tartva, de folytatni tudjuk. Ez az eredmény pedig azt is mutatja, hogy nyilván nem csak a Fideszes szavazók fogsoltak önnel, hanem ez egy ilyen pártpolitikán túlmutató szándék volt. Ez pontosan így van, a számok azok egyértelműen ezt jelzik. Arról nem is beszélve, hogy a szavazók egy jelentős része nem biztos, hogy mondjuk az Európa Parlamenti listán a Fideszes szavazott, a kettő különbség ezt jól mutatja és azt hiszem, hogy ezt sokan értékelték ebben a városban, Fideszes KDMP szavazók ugyanúgy, mint más párt szimpatizásai is, hogy az elmúlt években mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne az országos pártpolitika uralja a helyi közéletet, és a helyi közösség ügyeinek intézésébe azt keressük, ami összeköt bennünket. Miközben mindenkinek, nekem is, másoknak is megvan a saját párt preferenciája, tartozik egy-egy politikai közösséghez, régihez vagy éppen most újhoz de van közös elem az, hogy szeretjük Székesfehérvárt, és ez a mi közös otthonunk, és dolgunk az, hogy ennek az ügyeit közösen intézzük, közösen fejlesztjük a városunkat. Ebben nyilván kiemelt feladata, felelőssége van a polgármesternek, de a polgármester nem más, mint egy csapatkapitány, a csapat pedig a százezer ember, a százezer fehérvári. Ö vissza fogom még a közösség fontosságára térni, de talán az is izgalmas, hogy maga a Fidesz is egy igazán szép eredményt ért el, hiszen a 14 egyéni körből 13-at sikerült behúzni. Valóban így van. Sokat dolgoztak nem csak a jelöltjeink, hanem az aktivisták önkéntesek az elmúlt hetekben, hónapokban. Ebben a kampányidőszakban, és a legfontosabb célkütőzésünk az volt, hogy minél több fehérvári emberrel találkozzunk, beszélgessünk személyesen, vagy éppen telefonon, vagy éppen az online térben, és úgy éreztük, hogy, hogy ha ez sikerül, akkor ez szép eredményt fog jelenteni a választások napján azt hiszem, hogy még talán annál is jóval szebb lett, mint amire mi magunk kalkuláltunk és gondoltuk. És ez egyik fontos eredmény, hogy a korábbi 12 körzethez képest most 13 választókerületet tudtunk nyerni. Ezen belül nagyon sok új képviselő képviselőjelölt volt, aki immáron október elejétől képviselő lesz ebben a Városban, és mi nyertünk Fekete egy Szedreskert városrészben, ahol három évtized munkája után Szigli István képviselő most majd elköszön ősszel. Én itt ezúton is szeretném neki megköszönni a városrészért végzett óriási munkáját az elmúlt három évtizedben bízom benne, hogy, hogy egy korrekt átadás átvétel, ha lehet így fogalmazni, követően Erika az ő munkáját tudja folytatni. Nyilván kicsit más habitussal, hölgyként, más rálátással egy-egy Más hangsúlyokkal. Más hangsúlyokkal. Nyilván stílus is más, hiszen mindannyian mások vagyunk. De valahol mégiscsak fontos, hogy folyamatosság legyen, és egymás munkájára is tudjunk építeni. Úgyhogy én István munkáját ezúton is szeretném megköszönni, Erikának pedig jó munkát kívánok, ugyanúgy, mint az összes megválasztott önkormányzati képviselőnek. Külön szeretném kiemelni Farkas László képviselő urat aki több mint három évtizede palotváros déli részének önkormányzati képviselőjeként szolgálja az ott élőket, és tegnap is nyert. Korrekt együttműködésben dolgoztunk az elmúlt ciklusokban, bízom benne, és biztos is vagyok, Laci ismer, hogy így lesz ez a a következő esztendők során is, de gratulálok a listán megválasztott képviselőkre is. És persze őket most ellenzéki képviselőnek nevezzük, hagyományos ilyen politikai terminológia szerint, de azért ez helyben egy kicsit más, mint a parlamentben, és hiszek abban, hogy tudunk velük is majd együttműködni, és a döntéseink jelentős részében, akár az előkészítés, akár majd a határozathozatal során közös nevezőket fogunk találni. Én így fogom elkezdeni a munkát. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a munka nem egy-két hét múlva kezdődik így közösen hiszen ez az új összetételű testület majd október legelején fog összeülni, akkor történik majd meg az eskütétel, addig még a 2019-ben megválasztott önkormányzati képviselők szolgálják a várost. Bízom benne, hogy ez az átmenet Fehérváron úgy fog megtörténni, hogy ebből a Fehérváriak a kevés dolgot vesznek észre, ez inkább talán egy helyi közjogi kérdés lesz, de most ennek a helyzetnek ez az érdekessége, de még egyszer gratulálok mindenkinek, akit megválasztottak, és kívánjuk, hogy jó együttműködés legyen. Nem az én érdekemben, nem az adott képviselő érdekében, hanem Székesfehérvár érdekehez néhány gondolatban már említette a kampányt, hogyan értékeli, milyen volt a kampány, akár aktivitásban, akár hangulatban itt Székesfehérváron? Aktivitásban szerintem jó volt, a végeredmény megint országos átlag fölött részvétel, ami egy szép teljesítmény, és köszönöm is mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Azért a, a választás egy demokráciának mindig az ünnepe, és fontos az, hogy minél többen éljenek alkotmányos jogukkal, menjenek el, és mondják el a véleményüket a világ vagy éppen a helyi dolgokkal kapcsolatban. Ezt Fehérváron sokan tették meg, ez nagy legitimitást ad nekem is személy szerint, a közgyűlés tagjainak is és az Európa Parlament irányába is Székesfehérvár tekintetben is teljesítette, ami, ami, részben joga az embereknek, részben valahol szerintem közös érdeke is, hogy, hogy, ezt megfogalmazzuk, megtegyük. A kampányról fontos elmondanunk, hogy főleg látva az európai történéseket, látva akár az országos pártpolitika törésvonalait, politikai kultúráját, ahhoz képest szerintem a Fejvári kampány nyugodt volt, kiegyensúlyozott. Én minden kampányban azt kérem a magunk közösségétől is, és az ellenfelektől is, akiket szerintem illik mindig tisztelni, hogy soha ne felejtsük, hogy a választás másnapján is lesz nap, a mai nap, ilyen nap, és akkor is együtt kell tudnunk dolgozni, mert hogy itt élünk ez a mi közös otthonunk, ez a mi közös városunk, tehát nem ejthetünk olyan sebet egymáson a kampány időszakban, ami lehetetlenné teszi a közös gondolkodás Székesfehérvár érdekében. Én ilyennek ítélem meg ezt a kampányt, itt is ezúton is szeretném megköszönni akár a polgármesteri akár valamennyi önkormányzati képviselőjelöltnek, jelölő szervezeteknek, hogy összességében ez egy korrekt kampány volt, nyugodt és békés, ha lehet ilyet mondani. Szerintem jó üzeneteket tudtunk közvetíteni. Mindenki elmondta, hogy hogy látja a város helyzetét, milyen jövőképe van, a fehérváriak meg döntöttek. Ugye változni fog a közgyűlés összetétele. Olyan képviselők sem folytatják a munkájukat, akik egyébként régóta szolgálják ezt a várost. Márton Rolandot szeretném kiemelni, ezúton is megköszönve neki azt a, a több mint másfél évtizedes munkát, amit akár közösen is a közgyűlésben tudtunk ezért a városért végezni. Cigli Istvánról beszéltem, de hát ott van Szabó Bakos, Marci Orvát Miklósné, Dienesné Győrike és Horváth Miklós Csaba akik azt hiszem, hogy megint hangsúlyoznom kell, hogy, hogy, hogy több évtizedes, több cikluson keresztül szolgáltak egy-egy városrészrénei normát, hogy a Momentum most kikerül a, a közgyűlésből, tehát sok változás van ilyenkor. Fölmerült egyébként, és szeretném is megvalósítani, jó ötletnek tartom egy korábbi al alpolgármester részéről, aki egy korábbi ciklusban töltötte be ezt a fontos feladatot hogy csináljunk valamilyen szenior városvezetői klubot, ahol azok is részt vehetnek a közös munkába, meghallgatják őket, és ők meghallgathatják a város elképzelését, akik ma már nem vesznek részt szorosan a helyi politikában, vagy a testületi munkában. Szerintem ez egy nagyon jó elképzelés. Azt kértem tőle, hogy ezt ne a választások előtt, hanem a választások után indítsuk el. Erre most szerintem lesz lehetőség. Én nem titok, hogy helyként a kültár épületére gondoltunk, hogy szerintem az egy nagyon szép, szimbolikus dolog lenne ott a látogatóközpont közepette, hogy, hogy a városért így is közösen tudjunk együtt gondolkodni, és én erre hívok minden fehérvárit. Politikust és nem politikust egyaránt a helyi politika és az országos politika stílusbeli különbségéről beszéltünk már, de az üzenetek kapcsán is azt gondolom, hogy, hogy más volt itt helyben a kampány. Más volt. Ugye lehetett ezt már akkor sejteni, amikor kiderült, hogy egy nap lesz két egymástól egyébként jelentősen eltérő választás. Ugye az Európa Parlamenti Választás és szükségképpen egy országos tematikájú választás. Országos üzenetekkel, ebben az esetben akár európai üzenetekkel is itt, mivel a háború béke kérdése a migráció kérdése, ezek voltak az alapvető ügyek, gazdasági helyzet, energiaválság, és ennek következménye egyáltalán az európai gondolat merre menjen tovább a következő években a helyi közösséget, viszont sok tekintetben a helyi közélet is foglalkoztatja, hogy az ő közvetlen otthon környékén mi fog történni lokális ügyekben, főleg, főleg azokat, akikben van lokál patrióta érzés, és szerencsére ebben a városban azért sokaknak van, azokat ez a tematika is foglalkoztatta. Mi arra jutottunk, hogy, hogy az országos politika megteszi majd a saját üzeneteit, a saját tétjeit a választásokra, mi tegyük hozzá azt, ami szerintünk Fehérvár vonatkozásában fontos. És igen, ez a béke alapvető fontos a nyugalom, a békesség, az egymásra való odafigyelés az szükséges, hiszen enélkül nincs építkezés, de, de hozzá kell tennünk a városrészek fejlődéseit, a város nagy közös ügyeinek, egészségügy, oktatás, infrastruktúra, közlekedés, úthálózat, autóbuszok kérdésköre. Én azt hiszem, hogy nyilván hogy elmúlt években a következő időszakban, így tehát a kampányban is fontos volt, és a helyi közösségépítés az pedig ha lehet így mondani, akkor mániám, és egy kampányban mindig vigyázni kell arra, hogy a helyi közösséget ne feszítse szét a, a kampány hajrá, mondjuk, vagy a kampány küzdelme. Én úgy érzem, hogy, hogy egy, egy nyári időszak és a nyári programok azok újra összerázzák majd ezt a közösséget, és megint koncentrálhatunk Székesfélvára. Tehát ennyiben más a, a dolog. Nyilván hat az országos politika a helyi szintre, ez nem kérdés. Főleg most, ahol azért mégiscsak bejött egy új szereplő. Igen, a Tisza a... Hát azért elég rendesen átrajzolt. Igen, egy és egyébként, kérképpen. ha valaki megnézi a fejvári eredményeket, ugye itt az Európa Parlamenti választásokon vett részt a, a Tisza pártként, vagy jelölőszervezetként, azért egy nagyon masszív eredményt ért el Székesfehérvár tekintetében is, akár a választókerületekre, akár a szavazókörökre nézve, azt valaki megnézi, szerintem egy nagyon érdekes, tanulságos, és szerintem elemzésre vár, Elsősorban az országos közéletben, de nyilván hat a helyi szinten, tehát nekünk is ezt át kell gondolni, megnézni, hogy lesz-e szervezetük, ki lesz, vagy kik lesznek azoknak a helyben erre felhatalmazott vezetői, akkor milyen együttműködést lehet kialakítani. Én arra kérem őket is, hogy, hogy dolgozzanak, dolgozzunk a városért közösen. Most a Fehérváriak döntöttek, akár az Európa parlamenti választás, akár az önkormányzati választás tekintetében, és ennek megfelelően tudunk tovább menni. Sok stílus kérdés merül föl szerintem a helyi közélet tekintetében is. Remélem, hogy, hogy tudunk együttműködni. Ugye van új közgyűlésbe jutó politikai szervezet, a két farkú kutyapárt. Mondjuk nekik a tisza, az lehet, hogy plusz az hozott, hiszen ugye azért volt. igen, de ott van ugye a Mi Hazánk mozgalom, ahol szintén egy mandátummal most már képviseltetni fogják magukat a közgyűlésbe. Ugye a válasz benn maradt a, a testületbe, Ugye a hagyományos baloldali ellenzék az két képviselővel lesz jelen majd októbert követően a következő években a, a helyi testületben. Meglátjuk majd, hogy ezek a viszonyok hogyan hatnak. Én mindenkitől azt kérem, ez így volt a múltban is, így van a jövőben is, hogy az országos politikát végezze az, akinek az a dolga, hogy országos pártpolitikus legyen, mi itt helyben a városra koncentráljunk. Én ezt próbálok minden segítséget, támogatást, stílusban keretet megadni, példát mutatni. Remélem, hogy a jövőben is lesznek olyanok, akik ezt követni fogják. Itt szeretném egyébként megemlíteni, hogy nagyon korrekt gratulációkat kaptam. Először Földi Judit jelezte irányomba ezt a gratulációt már tegnap este. Aztán egyébként itt összefutottunk a stúdió előtt már a késő esti órákban, és ma is beszéltünk, pár percet, de Juhász Vászló is gratulált, mártor Roland is gratulált. Tehát én úgy érzem, hogy ez a fajta sportszerűség, ez, ez a helyi közéletben megvan. Így láthatatlanban azt mondom, hogy az országos politikában ez nem történt meg a tegnapi éjszaka folyamán. Helyben viszont igen. És szerintem erre lehet, sőt erre kell is építkezni. Nem ellenségek vagyunk, hanem ellenfelek akik egymást tisztelik, és egyébként sok tekintetben Fehérvárról lehet, hogy akár még közösen is tudunk gondolkodni. Én erre hívok mindenkit. Önkormányzati képviselőket ugyanúgy, mint adott esetben az országgyűlésben tevékenykedő képviselőket. Itt szeretném megemlíteni Varga Tamás személyét, aki egyrészt az elmúlt hetekben is sokat segített nekem, és az elmúlt hetekben is sok minden történt, amit szerintem el tudtunk élni kormányzati szinten, ami jó lesz Fehérvárnak, hamarosan ezeket is be fogjuk jelenteni. Van benne olyan, amit szándékosan nem mondtunk a kampányban, mert nem szerettünk volna, hogy kampánytrükknek tűnjön. Most azonban megint az építkezés a következik. Hitelesíti szerintem ezt a munkát, az, hogyha a bizonyos kérdéseket ilyenkor mondunk el, vetünk föl, vagy éppen egyébként adunk át mondjuk fejlesztéseket. Főleg annak fényében, hogy mondjuk az elmúlt négy és fél év mondhatjuk azt, hogy nem a legegyszerűbb időszak volt nem, és egy kicsit bántotta az, hogy, hogy a települések világában is ritkán beszéltünk arról, pártállástól függetlenül polgármesterekre, közgyűlésekre, testületekre gondolva, hogy ez 2019 őszén nem úgy indult a ciklus, ahogy már 2020 februárjában folytatódott. Aztán ugye Covid, aztán háború, abból fakadó energiahelyzet és energiakrízis, hogy más dolgokról ne is beszéljek. Nehéz ciklust zárunk majd szeptemberbe. Mindenkinek ez egy nagy kihívást jelentett. Arra biztos, hogy mindenkit megtanított, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy ezt rutinból lehessen csinálni. Az élet mindig produkál új dolgokat, új kihívásokat, akár olyanokat is, amik nem, hogy egy-egy cikluson belül nem merültek föl, hanem, hanem évtizedek óta nem merültek föl, vagy lehet, hogy még akár soha, és ehhez is tudnunk kell alkalmazkodni, és tudnunk kell fölkészíteni egy-egy települést ezekre a váratlan helyzetekre is. Meg akár a gyors reagálás képességét is talán növelte ez az időszak. Igen, szerintem sokat lehetett belőle tanulni a városnak, az intézményrendszernek, vállalatainknak, és egyáltalán a város közösségének is. Hamarosan rátérünk arra, hogy hogyan képzeli el Székesfehérvár jövőjét, de a csapatról a kezdet kezdetén esett szó, és hát nyilván nagyon fontosak a csapattagok is. Igen, és itt szeretném külön megköszönni a fehérváriaknak, hogy, hogy akik nekem bizalmat szavaztak, közülük nagyon sokan azt a kérésemet, hogy a csapatom tagjainak is adjanak bizalmat, megfogadták és megtették nem öncélú kérés volt ez, hanem ha most valaki megnézi akár a fővárosi közgyűlést, akár a megyei városok közgyűléseinek egyikét másikát, akkor megállapítja, hogy vagy nagyon szoros a helyzet, vagy nem kívánt koalíciókötési kényszerek vannak, vagy más színű a polgármester, mint a közgyűlés többsége. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy ez ritkán szokott jót tenni egy településnek. Tehát legyen egyértelmű a felhatalmazás, meg abból fakadóan a felelősség is. Tehát én nem mutogathatok másokra, én kértem, hogy ezt a csapatot bízzák meg, a csapat megkapta a felhatalmazást, közösen fogunk tevékenykedni. Fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ellenzéki képviselőket ne szeretnénk bevonni, hogy ne hívjuk meg a közös munkára, de nyilván miénk alapvetően most a, a felelősség, és nem szeretnénk ez alól elbújni. Szerintem a csapat felkészült, nagyon sokszínű, sokféle emberből áll, hölgyekből, urakból, sok hölgyből, sok hölgyből tehát szerintem, szerintem ez is jó és fontos üzenet, és a hölgyek meg is dolgoztak azért, hogy ennek a következő testületnek tagjai legyenek. Szerintem kiváló önkormányzati képviselők vannak közöttük, és olyanok lesznek, olyanná válnak majd az új képviselők is, úgyhogy én bizakodóan várom majd a velük közös munkát. Most egy picit a pont az átmenet okán lesz lehetőségünk arra, hogy, hogy, kicsit máshogy készüljünk fel az új ciklusra. Ugye korábban az volt a szokás, hogy megvolt a választás, és két héten belül már megtörténik az alakuló közgyűlés, ami egy viszonylag szűk határidő. Ugye azért könnyű belátni, hogy október elejéig most azért van időnk, előttünk van egy nyár, aztán az őszi időszak első része, úgyhogy megnézzük, hogy esetleg milyen változásokra lesz szükség milyen módon, hogyan tudjuk a testületet, a bizottsági struktúrát átgondolni, úgyhogy van feladat ebben az időszakban is, de ez mindig nagyon izgalmas. Hogyan viselte a család ezt az elmúlt néhány húzósabb hetet? Hát nincsenek itt, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy mit mondanának -e erre, a, erre a kérdésre. Nagyon nagy köszönet nekik, hogy elviseltek, meg ezt a helyzetet, időszakot is elviselik, hogy azért különösen nehéz ez nekik, mert Ugye ilyenkor a polgármesteri munka az nem függesztődik fel. ugyanúgy el kellett végezni a napi munkát, és emellett pedig még volt egy kampány időszak is, de hát sokat segítettek, és nagyon nagy támogatást kaptam tőlük. És hát most azt kérték, hogy ezért majd legyen néhány napon, viszont abszolút az övék, úgyhogy ez a hétvégén meg is fog reményeim szerint történni. Székesfehérvel jövőjét hogyan képzeli el? Hú, ez egy nagyon átfogó kérdést. Én abból indulnék ki, hogy ez egy csodálatos város, aminek fantasztikus lehetőségei vannak, aminek egy jelentős részét saját magának teremtette meg, teremtette meg az elmúlt esztendőkben is, a közös munkával, a közös erőfeszítésekkel, a közös gondolkodással, és ha ezt a munkát tudjuk folytatni, akkor ez a város továbbra is nagyon szépen fog fejlődni. Ugye objektív tények, kutatások, tudományos kutatások igazolják azt, hogy Fehérvár azért magyar viszolatban egy szerencsére nagyon gyorsan fejlődő és abszolút a legfejlettebb városok közé tartozó település. Szeretnénk most az egyensúlyi intézettek közösen egy közép-európai felmérésben is összehasonlítani magunkat más országok hasonló nagyságrendű településeihez. Szerintem az nagyon tanulságos, hol állunk jól, hol állunk esetleg kicsit rosszabbul, hol kell e tekintetben is fejlődni. De közben a legfontosabb mégiscsak a fehérváriak visszaigazolása. Ebbe a kampányban is rengeteg érkezett. Nagyon sok olyan érkezett, aki azt mondta, hogy mi ránk fog voksolni, engem fog támogatni, mert a munka irányával egyetért, de ezzel problémája van, ez még kérése, ez a probléma felvetés kéri, hogy, hogy kerüljön majd az asztalra. Tehát van feladat bőven az élet minden területén. Amit, amit kiemelnék, egyrészt a közösségi erő, a, amint továbbra is hiszek, erre fókuszálnunk kell, és ebben a kultúrának, sportnak, oktatásnak szerintem nagyon-nagyon fontos szerepe van. Nagyon fontos a közszolgáltatások stabil működtetése, nagyon fontos az intézményrendszer rendszer strukturális működtetése, nagyon jó intézményi struktúráink vannak, közszolgáltatóink vannak, de a város túl nagyon fontosak a fejlesztések, és a fejlesztésen belül fontosak a nagy beruházások, amik a város egészét, sőt adott esetben az agglomerációt is érintik, de legalább ennyire fontosak az adott városrészekben megvalósuló néha nagyon kis fejlesztések, egy-egy pad kihelyezése, egy-egy kis esőkert kialakítása mondjuk a török udvarba, és folytathatnánk. Mert hogy ott az emberek minden napjaira hatnak ezek a, ezek a dolgok. Úgyhogy az élet minden területén szeretnénk fejlődni. Én abban bízom, és azért fogok, fogunk dolgozni, hogy amikor majd ennek az induló ciklusnak a vége fele közeledünk, akkor azt mondják a fejvárjak, hogy megérte bennünket támogatni, és érzik azt, hogy ebben a ciklusban is tudott ez a város, és ennek a városnak a közössége sokat előrelépni. Azt hiszem, hogy ezen a területen a gazdaság teljesítménye mellett sem mehetünk el szó nélkül. Egyáltalán nem. Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a gazdaságunknak, sokat köszönhetünk a vállalkozóknak, és sokat köszönhetünk az ott dolgozó embereknek. Ez igaz a kisvállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig, igaz a magyar cégektől kezdve a nemzetközi globális cégekig, nekünk mindegyikükre szükségünk van. Mindegyik fontos, és mindegyik kell ahhoz, hogy ez a város működjön, fejlődjön. Leginkább azért, hogy az embereknek legyen stabil munkahelye, ahol reményeink szerint folyamatosan a bérszínvonal is emelkedni tud, ezáltal egy egzisztenciális növekedés is elképzelhető a városban. Másrészt pedig a teljesítmény növekedéséből fakadóan az abdóbevételeink is tudnak nőni, amiből részben működtetési feladatokat látunk el, jelentős részben pedig fejleszteni tudunk, és ezek azok a fejlesztési források, amik nem függnek semmitől. Ezek a mi függetlenségünk zálogai, hogy így fogalmazzak, mert fontosak a kormányzati támogatások, elengedhetetlenek, és szerencsére ebben nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk az elmúlt években, bízom benne, hogy így lesz ez a jövőben is, az állami költségvetés adta keretek között, és nyilván abba is bízom, hogy az Európai Uniós források minél hamarabb megérkeznek fejvára. Fontos látni, és ebben volt vitám bizonyos országos szereplőkkel, hogy amikor ők elérik azt, hogy az Európai Unió ne adjon Magyarországnak forrásokat, akkor nem a miniszterelnöktől veszik el ezeket a forrásokat, nem a polgármestertől az veszik emberektől. el ezeket, az emberektől. Attól veszik el, hogy Fehérváron megépüljön az az intermodális közösségi közlekedési központ, ami Spanyolországban, Olaszország városaiba megépülhetett az elmúlt évtizedekben. Vagy a Bakony utca, vagy egy iskolát föl tudjunk újítani, vagy a kórházat tudjuk fejleszteni. Szóval ez nem játék. Fontos lenne, hogy ezek a források is megérkezzenek, de hangsúlyozni szeretném, hogy kulcskérdés, hogy a helyi gazdaság növekedni tudjon, a technológiai változásokat meg tudja lépni. Óriási fejlesztések történtek az elmúlt években. Én hallottam egy múlt heti konferenciáról, ahol hát gazdasági érdeképviselt vezetőktől elhangzott valami olyan, hogy nem érzékelik a város gazdaságában a fejlődést. Aki ilyet mond, az nem ismeri a városgazdasági szereplőit, vállalkozóit és azt, hogy mi történt az elmúlt években Székesfehérvár Így Bízom benne, hogy ezen az úton tudunk tovább menni. A gazdaság adja meg a fenntarthatóság alapját, és a fenntarthatóságnak ez az egyik fontos láncszeme. A másik a környezetvédelem kérdése, az energiahatékonyság kérdése, középületek tekintetében. Úgyhogy remélem, hogy minden területen tudunk előrejtni. Bizonyára lesznek kihívások, olyanok is, amikről már tudunk és hát azt tanított bennünket az elmúlt néhány év, hogy olyan is lesz előttünk, amiről most még fogalmunk nincsen, de az biztos, hogy közös erővel azt is meg fogjuk ugrani. Ez, mégiscsak egy több mint 1050 éves város. Ha Gorziumot is ide vesszük, akkor még, még, még e, Úgyhogy van azért tapasztalat abban, hogy vannak néha nehéz időszakok, de ha össze tudunk fogni, akkor a nehéz időszakokon is úrá tudunk lenni, sőt, adott esetben erőt tudunk mutatni. Fehérvárra tekintetben most mutatott olyan eredményt, ami máshonnan is látszik, hogy ilyen klasszikusokat idézzek, legalábbis remélem, hogy látszik a, a budapesti minisztériumokból is. A, ez a 74% nem önmagában az én sikerem, hanem egy egységes várost mutat, és egységes város ez egy jó üzenet a döntéshozóknak, jó üzenet a gazdasági szereplőknek ide, jó befektetni, jó beruházni, mert a, lehet adni bizalmat ennek a városnak, és az a város közössége meg is szolgálta ezt a bizalmat. Most már érintőlegesen említett város történelmi múltját, jelentőségét, és hát nem mehetünk el amellett sem, hogy azért közeledik két nagyon fontos évforduló. Erre is gondolom, hogy lesz felkészülés. Sőt, akár több is, mert már 2025-ben elkezdhetnénk, aztán 2031-2038 pedig különösen uh, fontos esztendő lesz. Remélem egy országos Szent István évvel, emlékével, és egy olyan ezredik évforduló, ami, ami különleges adottság lehet az ország, a nemzet életében, hogy ezt az életutat méltó módon mutassuk be és emlékezzünk rá, és hol lehet ezt méltó módon megtenni, ha nem éppen Székesfehérváron. Úgyhogy én hiszek és bízom abban, hogy el tudunk fogadtatni részben helyben, részben országosan a kormányzat részéről egy Szent István tervet, egy emlékévhez kapcsolódó struktúrát, Esztergommal együttműködve, az európai döntéshozókat is megnyerve ennek, a, ennek az ügynek, hiszen alapvető európai kulturális értékeket is szeretnénk itt bemutatni, és olyan kiemelt fejlesztéseket megvalósítani, méltóak egy ilyen kerek évfordulóhoz. Úgyhogy e tekintetben is van feladat bőven. Gondolom, akkor az elkövetkező hetekben sem fog unatkozni, mozgalmas időszak jön, mert csak arra gondolunk, hogy hamarosan kezdődik a vakáció, aztán beindul a programok dömping sorozata. Igen, hát sőt, hát, ugye elindulnak most a nagy nyári rendezvények, lesz egy kis meglepetésünk, amit holnapunk bejelenteni itt az Európai Uniós csatlakozás 20. esztendeje és évfordulója tekintetében szeretnénk egy nagy közösségi eseményt. Szándékosan nem a kampányra időzítettük, hanem a kampány utána. Utána ugye köszöntjük a nyarat és a fiataloknak lehetőséget adunk egy well jó kis koncertre a Velhelóval. Well a városba, a belváros tekintetében. Tehát szerintem elindulnak, és hát labdarúgó Európa-bajnokság kezdődik, ami különleges esemény. Fehérvári játékosokkal, vagy Fehérvári kötődési játékosokkal szurkolhatunk a magyar válogatottnak. lesznek szurkolói zónák, ahogy látom, mindenki készül erre, utána pedig olimpia, ami, ami mindig nagy lehetőség arra, hogy egy kicsit a, a nemzet egységében tudjunk előrelépni. Kampány ritkán tesz ennek jót, az elmúlt hetek sem erre engedtek következtetni, de higgyük el, hogy a nyár viszont ezekkel a rendezvényekkel ezt a közösséget erősíteni fogja. Fehérváron egészen biztos, hogy így lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a kívásunkat. Én köszönöm a beszélgetés lehetőségét. És gratulálok a megválasztásához. Köszönöm szépen a bizalmat mindenkinek. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, beszélgetésünket visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján, illetve meghallgathatják ezt a beszélgetést a Vörös Rádióban is. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! Termékmegjelenítést termék tartalmazott